bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babáz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba, szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
Áfonya szedés. Egy őszi napon Bogyó és Babóca áfonyát szedni indultak az erdőbe. Velük tartott Pihe, a lepke kislány, és Döme, a krumplibogár is. Én fogom a legtöbb áfonyát szedni, kiáltott izgatottan Döme. Nézzétek, az a bokor tele van érett áfonyával, szólt a csiga fiú. Leszedem! De Döme megelőzte. Odaugrott gyorsan a bokorhoz, és lekapkodta róla a legszebb gyümölcsöket. Hű, az a bokor is roskadozik a sok áfonyától, lelkendezett Babóca. De a krumplibogár megint gyorsabb volt. Mire Babóca odaért, leszedte a bokor legszebb áfonyáit. Döme, ez így nem ér! Ne szedd le előlünk az összes áfonyát, mondta haragosan a Katica lány. Nem sokára egy patak állta útjukat. Hidat kell rá építenünk, mondta Pihe. Már tudom is hogyan. Gyertek, hozzuk ide azt a kidőlt fatörzset. Mindenki kivette a részét, együtt vonszolták a súlyos fadarabot. A barátok erős kis hidat készítettek a kidőlt fatörzsből. Készen van, sóhajtott Pihe. Nézzétek, ott áll egy áfonyabokor, tele kék bogyókkal. Több se kellett Dömének. Én érek oda előbb, enyém lesz az áfonya. De hogy félrelökte a lepke kislány, Pihének megcsúszott a lába, és a hídról egyenesen belepottyant a patakba. Segítség! Jaj, Pihe, kapd el a kezem! Mondta riadtan Babóca, de Pihét egyre tovább sodorta a patak, és nem érte el a Katica lány kezét. Bogyó egy hosszú botot hozott. Kapd el a botot, Pihe! Kiáltotta. De ez a terv sem sikerült. A lepkelány túl gyorsan vitte magával a víz. Döme, segíts! Ki kell emelnünk Pihét a vízből! Kiáltott Babóca, és két kezénél fogva kihúzták az elázott lepke kislányt a patakból. Jaj, nagyon fázom, és elázott a szárnyacskám is, didergett Pihe. Neked adom a pulóverem, én vagyok mindenért a hibás, ne haragudj, Pihe, mondta Döme. Ez kedves dolog, szólt Döméhez Babóca, de megfázolt pulóver nélkül, inkább szedjünk Pihének nagy leveleket és takarjuk be. Bogyó, Babóca és Döme beborították Pihét nagy lapulevelekkel, de a lepke kislány így is didergett. Így is fázom, nagyon fázom, és a szárnyacskám, nézzétek, nem működik. Elázott, tönkrement, sírt fájdalmasan. A napocska megsajnálta a zokogó lepkét. Lejjebb ereszkedett, és sugaraival kedvesen, gyengéden megsimogatta Pihe szárnyait. A lepke szárnyak hamar megszáradtak, és olyanok voltak újra, mint régen. Hurrá! Megszáradt a szárnyacskám, és a ruhám is. Már nem is fázom. Köszönöm, napocska, mondta boldogan Pihe. Ne haragudj, Pihe, mondta ekkor Döme. Máskor nem szedem le előletek az áfonyákat, és neked adom azt is, amit én gyűjtöttem. Köszönöm, Döme, de az áfonya legyen közös, mosolygott Pihe. Siessünk gyorsan a házikomba, és süssünk belőle süteményt. Nem sokára meg is érkeztek Pihe házához, és munkához láttak. Megmosták az áfonyát, és leszedegették a levelét. Járt a fakanál, csörögtek az edények, finom illat töltötte be a konyhát. Délutánra el is készült a finom áfonyás sütemény. Meghívták a lakomára Vendelt, a szarvasbogarat, Baltazárt, a méhecskét, és Gömbit, a kis virágbogarat is. Mind körbeülték az asztalt, falatoztak és beszélgettek. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Társasjáték. Egy tavaszi napon Bogyó társasjátékot játszott Pihével a dombtetőn. A táblán hosszú út kanyargott az egértől a sajt darabig. Az nyer, akinek előbb érkezik a bábúja a sajthoz, magyarázta a lepkelány. A játékot Bogyó kezdte, dobott és lépett.
aztán pihe következett. Dobott és lépett. Nyertem, kiáltott fel a csigafiú, amikor a bábúja elérte a sajt darabkát. Jó, nyertél, játszunk még egyet, javasolta pihe. A második kört is Bogyó nyerte. Nyertem, nyertem, megint én vagyok a győztes, büszkélkedett a csigafiú. Játszunk még egyet. Újra neki kezdtek. A harmadik körben pihe ért előbb a célba. Nyertem, Bogyó, most végre én vagyok a győztes, jelentette ki elégedetten a lepkelány. Bogyó ekkor elfordult, behúzódott a fenyő alá, és úgy dobott a dobókockával, hogy pihe ne lássa. Hatos dobtam, mondta büszkén, de pihe rászólt. Nem ér, Bogyó, úgy dobj, hogy én is lássam. Nem. De, dobj újra, Bogyó. A csigafiú végül újat dobott. A dobókocka most kettest mutatott. Bogyó lemaradt, és ezt a kört is pihe nyerte. Nem ér. Én akarok győzni, ez csalás! De Bogyó, a társas játéknak éppen ez a lényege. Egyszer az egyik nyer, másszor a másik. Nem lehetsz mindig győztes. De igen, mindig győztes akarok lenni. Tombolt Bogyó, és mérgében földhöz vágta a játékot. Hát jó, akkor játsz egyedül, szólt a lepkelány, és faképnél hagyta a csigát. Jobb is lesz egyedül, mondta Bogyó. Dobott a dobókockával, aztán lépett, újra dobott és újra lépett, és sorra minden kört megnyert. De így hamar elunta a játékot. Magam mellé ültette a játékmaciát, de a maci sem volt izgalmas ellenfél. Végül Bogyó elindult, hogy megkeresse Pihét. Nem jó egyedül, gondolta bánatosan. A lepkelány éppen Babócával, Gömbivel és Baltazárral kártyázott a réten. Beállhatok? Kérdezte félénken Bogyó. Hát, tudod, Bogyó, ha beállsz, nem biztos, hogy te nyersz, és nem szeretném, ha a kártyát is földhöz vágnád. Pihe végül utána kiáltott. Bogyó, beállhatsz, de csak ha megígéred, hogy nem leszel dühös, ha nem te nyersz. Jól van, na, egyezett bele Bogyó, és már szaladt is a többiekhez. Sötétedésig kártyáztak együtt. Egyszer Bogyó nyert, máskor Pihe, de Gömbi, Baltazár és Babóca is nyertek egy-egy kört. Bogyó boldog volt, hogy együtt játszhat a barátaival, és már nem volt dühös, ha nem ő nyert. Egyszer csak arra repült Vendel a szarvasbogár, és lekiáltotta magasból. Nézzétek, faragtam nyárs rudakat, gyertek, rakjunk tüzet, süssünk almát! Ez az ötlet mindenkinek tetszett. Eljött Döme, a krumplibogár is. Az almákat felszeletelték, felhúzták a nyársakra, és amikor a tűzből már csak parázs maradt, sütni kezdték a gyümölcsöt. Megsütötték és elmajszolták az összes almakarikát. Bogyó az utolsó almakarikáját Pihének adta. Nagyon szeretett volna mondani valami kedveset a lepkelánynak, de végül csak így szólt. Tessék, neked adom! Amikor elfogyott az alma, belemártották nyársaikat a parázsba, és a világító végű botokkal mintákat rajzoltak a sötét égboltra. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A vízi csiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bárcsak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízi csiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe.
tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság! Vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára. Javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá! Kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót. Vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csiga fiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van! Kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolta Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú izgatottan zörgetett Babóca ajtaján. Ma lesz a Bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ha-hó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót. Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kilincset és bekukkantott. A krumplibogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell!
Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket, pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumpli bogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön. Menjünk, bekeressük meg, kisír. Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban, nem találom a kijáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi. Majd mi megmutatjuk az utat a házikódhoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeülelkeztek ilyettükben. A következő pillanatban
egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnyapók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam. Csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kiáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kiáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangunkba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenyegumóból, kerekei faágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, a házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap! Érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme csalt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csalni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem.
nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe, célba dobás. Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott. Mi lehet ez? Belebújt a papucsába, és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba. De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból Bogyó rémülten. Kitárta az ajtót, és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz. Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga. De igenis sötét van, erősködött a kukac. Nincs sötét, de sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csiga fiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült.
de nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac! Vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó! Kérek egy kis vizet! Nyafogott a kukac. Köszönöm, súgta a kukac. Aludj jól! Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok! Nem! Éjjel nem eszünk, majd reggel! Dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt! Panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak! Ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek! Ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a fülgyulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta, mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé, valakiről, akit nagyon szeret. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska! Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem, mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé.